Elhoztam nektek az én tas unokámat. Igen. Azt viszont szeretném hallani, hogy milyen énekkel vártatok engem, vagy verssel. De látom, hogy jóság, rosszaság csengeti. Igen. Tudjátok, hogy ez milyen csengeti? Ez nekem a toronyszobában. Ez nekem a toronyszobában van kifüggesztve a messze látom fölé. És amikor a Manó este bemegy... És amikor az én Manó este odaül, a torony szobába a messzelátó elé, akkor megnézi a gyerekeket, és minden szobába belát. És akkor nem tudja, hogy a sok házba kitett rosszat, ki nem pakolt el, ki nem fogadott szót az anyukájának. Egyszer csak cseng a csengetű. Megmutassam a rosszat, hogyan jelzi. Még ki is gyullad a lámpa benne, láttad? De, és akkor hamar belenéz és megnézi, hogy melyik kisgyerek tett rosszat. De amikor aztán jót tesz, azzal ki lehet törölni ezt a beírást. Megmutassam a jó cselekedetnél, hogy szól az én csengettyűm. Na, azért, mert ő sokat szül a csengettyű mellett. Figyelj! Milyen szépen szól. Ilyenkor küld a gyerekeknek egy szeretett üzenetet, egy fény. Ilyen, megmutassam milyen? Igen. Na gyere ide, teszek egyet a kezembe. Hoztam a zsebembe nagyon sok ilyen. Nyisd ki a kezedet. Tessék, jól szorítsd be. Ne nyisd ki, mert akkor kimegy. Jó? Elmehetsz a helyedre. Kér még valaki ilyen szeretetfényt? De ki ne nyisd utána a markodat, mert kimegy belőle. Gyere, adok egyet neked is. Mindegyik kötöknek adok egyet. Tessék, csupe! Jaj, ki ne nyisd! Ki ne... Jaj, kinyitottad. Most már lecsiszott hova? Itt van. Megvan, gyere, visszahoztad. De most szarítsd be! Csupe! Jó, neked is adok egyet. Ó, nénik is kaphatnak ám majd, ha kell. Tessék, csúve! Tessék, csúve! Ne nyisd ki! Na, ezért ti kaptok egy szaloncukrot jutalmul, jó? Tessék! Ügyesek voltatok, mert a fényt most őrzitek. Viszont én szeretnék egy éneket hallani. Te nem kaptál? Gyere, neked is adok, de otthon rengeteg van ilyen tüdő. Na, egy éneket hallani tőled. Na, melyiket? Van zsákodban minden jó, piros alma.
volt, ezért kaptok tőlem egy jutalom szaloncukrot. Készítettem nektek csomagot is. Egy szaloncukor, két szaloncukor, három, négy, öt. Neked is még egy, neked is. Neked is, tessék. És neked is kettő, tessék. Még egyetlen. Tessék, fogd meg, tessék, fogd meg. Mert mindig csak a gyerekeket, gyerekeknek szereztek örömet, és nektek ki szerez örömet? Na, én most... Tőletek szeretnék egy éneket. Milyen műfurás éneket? Tél, akkor itt van. Az is jó. Figyeljetek, milyen szépen énekelnek az óvónénik. Tél, akkor itt van, hó a subája, jég a cipője, leng a szakálla, zsák, zsák, peli zsák, piros alma aranyák. Két szarvas húzta, szár repítette, gömbölyű zsákját százfele vitte. Zsák, zsák, peli zsák, piros alma aranyák. A hullabelyest, a szépen éneket tudják. Ez fehér hó, jöjje kedves télapó, minden gyermek várva vár, vidám ének hangja szár. Van zsákozva minden jó, piros alma mogyoró, jöjje hozzánk, várunk ránk, ó, nagyon szép volt. Én megyek itt, és most ezt a külön ajándékot nektek hoztam. Azért, mert sokszor, amikor úgy előkészülünk, nem is gondolunk arra, hogy bizony még a gyerekekre is irigyek lehetünk, mert egy kicsit mi is gyerekek maradunk, és nekünk is jó lesz, hogy megajándékoznak, és most ezt kaptátok tőle. Köszönjük! Köszönjük! Na? Szervusztok! Szervusztok! Bizony, én szeretném hallani, hogy ti mennyire vártatok engem. Nagyon! Nagyon? És mivel vártatok? Kékezett, jaj, de jó! Őszakán a földig ér, rémes sapka a fején. Szemüveg van a szemén, vastag testű a kezén. Havas bunda a vállán, nehéz cuccon a hátán. Utolában sok-sok jó, alma, dió, bogyolok. Hajlas maga kis puska, kékes könyvben mókuska. Köszönjük szépen! Ezért én gyorsan megkérem az én ügyes manómat, egy aranydiót osszák ki a gyerekeknek. Ő az én kis manó. Na, és ki szeretne külön egy verset, vagy valamit?
Jaj, de szépen! Na, új, de fognak örülni fönt az én birodalom. Várj, megnézem valamit, viszek. Nem van valami. Nézd a... Láttad az ujjam, te? Láttad? Jaj, a csodafény megszólalt, ezen valami nagyon szép lett. Rudolf, ezért én adok neked egy fényt a kezedbe, de erről nagyon őrült, és nem szabad kinyitni a kezed egy darab, jó? Tessék, tartsd a kezed, a másikat. Úgy, csúbe! És el is üheted a helyre. Na, mindenki kér egy fény? Igen! De nem lehet kinyitni a kezedet, mert akkor kiszáll. 5 perc kell neki legalább. Tessék, szorítsd be! Tessék, szorítsd be, de kérem a rajzot. Tessék, szorítsd be. Gyere, Milancsics. Tessék, szorítsd. Tessék. Köszi. Tessék, szorítsd be. Ne lesz meg, mert akkor még elbújik. Tessék. Szorítsd. Köszi. Tessék. Várj, szorítsd csak. Tessék, szorítsd be. Hát persze, mert leesett. Itt van-e. Hát ezt mondtam, hogy szorítsd, mert ez leesik. Tessék. Tessék, csukd be. Tessék. Adok az Oma néninek is egyet, jó, gyertek! Tessék! Köszönjük szépen! Na, viszont... Nézd meg! Hát leráztad el, lement egész a nadrágodig, te! Itt van, ne vigyázz rá! Vigyázz rá, jó van! Viszont én úgy döntöttem, hogy ti olyan jó voltatok, hogy én mindenkinek hozok ajándékot. Gyertek sorba, most már ki lehet nyitni, mert fölszívódott. És ez a... Igen. És ez a szeretett fény, ez mindig veletek lesz, és ha bármi történik, gondoltok a Mikulás bácsira, akkor ez fölgyullad bennetek a kis lelketekbe, és könnyebb lesz a dolog, jó? Na, figyelj, tessék. Igen? Nézd meg, ez az én képen van rajta. Tessék. Rád bizony, és te vigyázol rá. Jó, vigyázok, mint a fényre. Jó. És ezért mindig csak a gyerekek kapnak ajándékot, és én azt mondtam az idején, hogy én az óvónéniknek is hozok egyet. Úgyhogy gyere szépen, neked is adok egy ajándékot. Na, mit énekelsz nekem? Jaj, hát hullafejhes fehér. De gyere együtt énekelj. Figyelj, ha esetleg a dovolni nem tudnák, akkor segítsetek. Jaj.
Na, rajta! Unokáres fehér hó, jöjjön kedves télapó, minden gyereknek megalán, gyere, mindenkinek hangja szár, farzsákodva minden jó, piros a mamonyoró, jöjjön hozzánk, várunk rá, kedves öreg télapó. Még neked nem adtam fényt, igaz? Igen, szeretnék én is kérni egyet. De vigyázz rá! Vigyázok! Egy életen át! Köszönjük szépen! Gyere, manusság! Majdnem itt ragadtam! Köszönjük! Na, sziasztok! Jaj, de örülök, hogy ide értem hozzátok! A hosszú után én most egy picit megpihenek, és meghallgatom, hogy ti mi, hogy készültetek, hogy vártatok az nagyon, én érkezésemre. Nagyon készültek. Jó? Fogjátok a kezetekbe a hangszert, jó? Picit most ide nézhetek, utána majd nézhetek a Mikulás bácsira. Ugye? Kezdhetjük? Ja. Én ilyen szépen, még ezt elé nekem főleg zenei kísérlete, nem is hallottam, ezért én megkérem az én legkisebb és legügyesebb igazi manómat, hogy egy aranydiót légy szíves adjál minden kisgyereknek. Én pedig adok nektek egy szaloncukrot ezért a szép énekért. Ó, nézd azt! Itt van nálam a csodafény, a szeretetfény is. Tessék, egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, tizenegy, tizenhat. Most tanulom, amikor látva a kiszámolni. Gyere, ügyesen számoltak? Azért, mert ilyen jó óvónéni voltak, mint nektek. Na viszont én most egy hullapelyhes szeretnék hallani tőle. Mondjuk. Nagyon szép volt, viszont ezért úgy döntöttem, hogy én nektek a saját képemmel díszített kopival költött csomagot adom. Segítsetek kiosztani, gyere Tasi Manom, segítség kiosztani, kérlek. Gyertek ide gyerekek, érte, gyorsan. Elfáj ez az én Manom. Gyere, ide nézd, itt van az én csopim, látod? Látod? Tessék!
Adok egy ölelést neked, mert az fontos, jó? Gyere! Úgy döntöttem az idén, mivel minden kisgyerek kap ajándékot, egyedül az óvónénik maradnak ki mindig. És adjak én az óvónéniknek is egy ajándékot? Igen! Gyere, tessék! Ez a tiéd. Ez pedig a tiéd. Köszönöm szépen. Hát nagyon szépen köszönjük, Mikulás, ezt a kedvességedet. Nagyon szeretlek benneteket. Mi is szeretnék, Mikulás. Vigyázzatok egymásaik. Boldog karácsony. Boldog karácsony. Na, szervusztok. Boldog az a jó. Szervusztok. Szia, Mikulás. Köszönjük, hogy itt voltál. Ezért a szép énekért én hoztam nektek egy jutalomszaloncukrot, mindenki kapja. Ne kapja másikért, nem megy a tiéd. Tessék! 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 Figyelj! Mindenkinek jut bele. Én oda! Milyen ügyes volt! Készültetek nekem? Hegyen völgyön mély a hó, lassan lép ketté lakó, őszakáján délre zsek, messzi földről érkezek, kantos botja imbolyog, útonyába mit hozott, mindenféle földi jót, dundi diót magyarod. Lassan lépten mély a hó, siess jobban tél a hó. Nagyon ügyesek voltak, és nagyon szépet mondtatok nekem. Egy saját képemmel ellátott csokival vizitek csomagot adok. És jöhettek érte sorba. Pattanj pajtás! Bocsánat. Hol vagy, Beniál? Bebús! Na gyere! Gyere, hol vagy? Tessék, itt a szépen látod. Gyerekek, ne bontsátok ki a napcsomagot, hogy anyának egybe oda tudjátok adni majd, jó? A szaloncukrot meg szabad enni, amit most kaptatok, rendben? Egy dolgot megkérdezni tőletek. Tegnap este, amikor nálatok jártam, én ott hagytam a csomagjaimat. Mindenki megkapta? Igen! Nem hiányzott belőle semmi? Igen! Na, tudtam én, hogy mindig attól félek, olyan helyet teszem, vagy a cica, vagy a bodri kutya bemerészkedik, aztán kikicsen belőle valamit, de ezek szerint a kutyák is tiszteletbe tartják a Mikulás bácsinak a ajándékát. Megígéred, hogy vigyázz óra? Vigyázzok rá, nem eszem meg, ígérem. Adok neked egy őrfényt, jó? Jó. Tarts ki a kezed, kérlek. És csukd be egyszerre, amikor majd odaadom. Csukd be! Megvan? Megvan. Akkor a őrfényen vigyázz. Jó. Ötöt adok, jó? Viszont hoztam nektek. Az egyik segédmanóm kihozt nektek egy aranydiót. Nem csak a gyerekek voltak jók, hanem az óvónénik is. És
és ezért az obonén is kapnak tőlem egy csomagot. Jaj, jaj, jó? Köszönöm, már látom is a csomagot. Milyen őr? És neked is adok egy őrfényt, egy Mikulás szeretett őrfényt, de ki ne nyisdom akkor egyszerre, mert akkor nem tud beivódni, jó? Figyelj! Tedd el! Benne van? Ki kér egy őrfényt a szeretett fényt? Na gyertek! Tartsd a markot! Csukd be! Csukd be! Gyere! Még a kesztyűn is elkapta. Megkaptad, akkor gyere ide vissza, jó? Hogy a többi sorra kezdve. Csukd be! Én is kérlek! Csukd be! Én is kérlek! Csukd be! Jaj! Én is! Jaj, ne nyisd ki! Ki ne nyisd, mert elrepül belőle a fény. Csukd be! Jonathan, ha megkaptad, hátra mehetsz szívem, jó? Nekem nincs zsebem! Hát dehogy nincs, benne van. Felszívódik a most tenyeredbe, képzeld. Most már ide bement, figyelj, itt van bent. Ja, nézd. Kicsi szívedbe benne van. Igen, nézd, itt van bent. Láttad? Úgyhogy visszaadom neked. Tessék. Ki nem kapott még? Én. Csukd be. Ha kinyitod, akkor elrepül. Nem szabad kinyitni. 5 percig őrizni kell. Ki nem kapott? Te nem akarod? Utána gyorsan csukd be, hogyha kapod, jó? Mikulás bácsi még ő szeretne. Csukd be utána gyorsan, úgy. És akkor most őrizd pár percig, és majd utána, jó? Ott van be. Kaptál? Ott van be. Te kaptál már? Még ő nem kapott. Tessék. Vigyázz rá. Hát ő van bent, itt van bent. Öt nőzze. Visszaadom, tedd el. Most őrizd gyorsan, most ne nyisd ki pár percig. Ne nyisd ki. Majd karácsonyra küldöm egyet, rajta a karácsonyfán, jó? Mindenkinek küldöm. Na, sziasztok! Sziasztok! De édes volt, ezért a szép énekén rögtön mindenkinek dobok egy szaloncukrot. Na, mindenkinek figyelj! Szeretném megkérdezni, hogy a hosszú utam érdemes volt-e megtenni éneket, verset, hogy mivel készültetek úgy egyenként is. Hát mi vagyunk a Mikulás Bertsi, a Zobinak a legkisebb csoportja, úgyhogy izgatottan vártunk, és nagyon sok volt a hiányzónk, akik most gyógyultak meg, de közösen készültünk neked énekkel is, verssel, mindennel. Mondjuk el a versünket. Na, hát halljam. Hegyen, völgyön, mély a hó, lassan léphet, fél a hó, ősszakállán délnezek, messzi földről érkezek, kampos botja, imbolyó, buttonyába mit hozott? Mindenféle földi jót, dundibiót, magyarót. Lassan lépked, mély a hó, siess jobban tél a hó. Ügyesek voltatok, hát tudtam, hogy az ajándékot kell hozni ide a csoportba. Viszont elmondom nektek, hogy elhoztam most az én csuda csengőmet. Ez az én csengetyim, ez a torony szobában van kifüggesztve. És minden este, amikor már így lemegy a nap, akkor az egyik ügyeletes manó, az beül a torony szobába, és megnézi, hogy ki hogy viselkedik. Például ki hogy fogad szót, ráadásul nagyon fontos az, hogy a tesóval nem szabad veszekedni. Na most, amikor az én manom oda... Viszont, amikor én tesómat úgy hívják, hogy Bence. És szoktatok veszekedni? Igen, elvesz a játékomat. És akkor, hát akkor biztos be volt írva, tudjátok, hogy szól a tesó veszekedés? Igen. Ott, igen, és... nem olyan nevem a...
Igen? A tesóm pedig a kis tesóm. A kis tesóm? És meg szoktad verni? Nem szoktam. Köszönöm, én viccesen meg velem a bencét. Én meg viccesen meg anyukámat, meg az apukámat. Anyukád, apukád is? Igen. És mit mondta anyukád, apukád? Jó, viccesen meg velem a És megmutatom, amikor így a veszekedés van, hogy szól az én csengettyüm. Ott ül az én manom, és bóbiskol, mert hát ő is egész éjjel aztán fönt van, egyszer csak... Sőt, még kigyullad a vészlámpa is, láttátok? Akkor aztán ugrik gyorsan a messze... Ugrik a messzelátot, és akkor belenéz, és látja, hogy kit veszekedtek. Azonnal beírja, na ennek nevetséges ám? Azonnal beírja a nagy könyve, amit most azért nem hoztam el, mert megnéztem, és hát üres ez a lap. Azért üres, mert én parancsba adtam, hogy nem csak a rosszat kell feketével beírni, hanem amikor bocsánatot kér valaki. Készed, Amikás bácsi, hogy jött az a viccesen táncsod. Igen. Hanem aztán valaki jól cselekszik. Az anyukát pedig mindig megver az anyukát téged? Jaj, ilyen dolgot. Hát te gyerünk felügyeletnek, el nem mondd. És anyukát mindig megverem. És Annyi jót cselekedtetek és bocsánatot kértetek, hogy fehérrel áthúzták ezeket az írásokat. És egyszer csak eltűntek. Mert a jó cselekedetet megmutassam, hogy hogyan jelzi az én csengőm. Például, amikor megszeretgetitek a testvért, vagy anyától bocsánatot kértek, várjál, mert most a jót mutatom. Hallod, milyen szépen cseng? Ez messze, még a túlsó hegyen is hallatszik ilyenkor éjjel. És ezért, mivel hogy nincs beírva semmi, úgy döntöttem, hogy ajándékot hozok nektek. Sorba jöhettek, itt van, nézd meg, itt van a fényképem. Látod, kis csörfös? Édes tündér. Tessék! Mindenki kapott? Tessék! Gyertek! Figyeljetek, Gogó néni, ki nem kapott még. Gyertek! Tessék, gyere! Gyere ide hozzám, légy szíves! Tartsd ki a falkot! És adok egy őrfényt, jó? Ezzel tudsz vigyázni a csomagokra, még meg ne... Csukd be! Láttátok? És most itt hagyom ezt a fényt, és amikor az óvónéni jelen lesz, bárki bármi rosszat cselekszik, elég így föltenni a kezét neki, és én hozzám közvetítünk. Jaj, de jó, köszönöm szépen! Gyere, óvon, én neked is adok egyet, hogy hát, ha ő nem lesz bent a csoportban, jó? Köszönöm, jaj, de vigyázok rá! Így vigyázok rá, nagyon vigyázok rá! És eddig úgy döntöttünk, hogy ti ennyire vigyáztok erre a fényre, ezért, és mindig csak a gyereket kapnak ajándékot, ezért most benneteket is megajándékoznak, jó? Tessék! Nagyon szépen, köszönjük! Most megyünk el, akkor én egy hullapejhet szeretnék hallani, jó? Hullapejhes álmélyó, ülje kedves télapó, minden gyerek már valvá, minden ének hangja szár. Jó, és meg
meghallgatom egy éneket, hogy mivel változott ki engem. Nagyon ügyesek voltatok, meg már türelmetlenek is, ugye, hogy mennyit kellett várni. Mert én is bejöttem ám a házba, csak minden csoportba végigmentem. Nézzétek az én manom, milyen jól érzi magát itt a csoportban állatok. Tudjátok, ő a legkisebb manó a birodalomban. De ezért a szép versért, én mindenkinek adok egy szaloncukrot, jó? Mennyi oda Mikulás bácsi szaloncukrot? Igen. Gyere a szaloncukorért. Csukolj! Ő neki kellene az aranydíjat osztani. Csukolj! Csukolj! Jaj, tessék! Köszönöm szépen! Adja az aranydíjat mindjárt! A Manó most egy kicsit játszik, elfáradt a munkába. Gyertek az aranydíjóért, jó? Jó, megyünk! Jó, megyünk! Hosszan, ott van mi? A balinát van a aranydíjóért! Wow! Nem tudtál a aranydíjóért! Aranydíjóért? Hát aranydiót nem eszünk meg, mert akkor megesszük a szerencsénket. Én úgy döntöttem, hogy ebben az évben én mindenkinek elhozok egy csomagot. És én mindenkinek kiosztok egyet belőle, jó? Jó, tessék! És nézd meg a saját képemmel van a csokunk. Tessék! Aki megkapta, az menjen távolam. Szia! Nem baj. Nem baj, tessék. Tessék. Nekem kettő szaloncukrom van. Tessék, nézd, ott van a csökünk. Tessék. Aranydió, itt kérjél aranydiót az én manomtól. Tessék. Tessék. Azt nekik aranydiót. Aranydiót ad nekik a kismanó. Köszönjük. Első őrnek téged teszlek meg. Figyeljetek, gyerekek! És én adok neked egy őrfényt. Ezt neki adom az óvónéninek egy csukva tenyeret. És erre vigyázz, jó? Mert ha majd kinyitod a tenyered, majd te is kaphatsz, de most figyelj, mert ez egy nagy titkot árulok el, majd amikor felszívódik, mert most tudjátok, hol van még? Még itt van a hónal. Igen, itt megy fölfele, és egészen a szívéig megy majd ez a csodafény. Vagy meg is mutatom nektek, nézze, itt van. Most nincs is a tenyerébe semmi. De én visszateszem, és ezt most hagyd becsukva, hogy ez menjen. És majd holnap, amikor valaki rosszat csinál, és így csinál, elég, hogy figyelem, abban a pillanatban én az ő kezén keresztül látom, hogy ki mit tett. És én már írom is föl a nagykönyvembe. Mivel senki ne irigykedjen a gyerekekre, mindig ők kapnak ajándékot, és a dovolénék meg nem. Ezért kapnak a dovolénék is egyet, jó? Tessék!
elpusztok! Adok egy Mikulás jelenlét, gyere! Szia! Neked is adok egy Mikulás ölelét, gyere. Kaptál aranydiót? Nem. Nem aranydiót, ide az óvónéniknek. Egyet? Meg oda is egyet, jó? Meg a Gabinak is egyet. Köszönöm. Jó? Szervusztok! Szia Mikulás bácsi! És a kisgyerekeknek, akik nem tudtak eljönni most az óviba, itt hagytam az óvodába a csomagot, amikor jönnek, itt megtalálhatják, mert rólatok sem feledkeztem meg. Ez a huncut karantén vagy a vírus, ez bizony most nem tette lehetővé, hogy találkozunk, de én nagyon szeretlek benneteket. Sziasztok!